Jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV híradója. December 16-án csütörtökön nézzük a legfontosabbakat. Gyász, elhunyt Sári Nándor. Közgyűlés, döntés a mindenkiről, a kamararendszerről, halasztás az aréna eszközeiről. Keresztcsere, felújítják a nagyrécsei templomot. És most jöjjenek a részletek. Elhunyt Sári Nándor, a Plastex Kanizsa Kajakkenu Klub elnöke. Halálát szívinfarktus okozta, a mesteredző 64 éves volt. A szakember 2020. szeptemberében vehette át a kajakkenu sportág legmagasabb kitüntetését, az arany érdemérmet. Versenyzőként utánpótlás bajnoki címekig jutott az 1970-től 1981-ig kajakozó Sári Nándor, majd pályafutása befejezése után azonnal edzőként folytatta. A tréner kezdetben felnőttekkel foglalkozott, több olimpiai, világ- és Európa-bajnokot is felkészített. Eredményeit 1999-ben mesteredzői, 2000-ben az év edzője címmel ismerték el, majd megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét, a középkeresztjét és a középkeresztet a csillaggal is. Legnagyobb sikereit a nagy négyessel, azaz a Kammerer Zoltán, Storz Botond, Vereckei Ákos, Horváth Gábor kvartettel ért el. A Nagykanizsai Egyesületnél 2013-ban kezdett el dolgozni. Fiatal sportolói a közelmúltban rendezett korosztályos Európa-bajnokságokon és a világbajnokságon is remekeltek. Egyhangulag fogadták el a képviselők a Mindenki sportpályája atlétikai részének felújítását. Az eredeti tervek szerint ma ült volna össze 2021-ben utoljára a testület, azonban a Kanizsa Aréna beszerzési listájának pontosítása miatt jövő kedden újabb közgyűlést hív össze a polgármester. Már az interpellációknál összekaptak a frakciók, hiszen nem kapott a város kormányzati támogatást a hulladéklerakó kompaktor beszerzéséhez. Emiatt az EVE frakció több tagja is szóvá tette Cseresnyés Péter elmaradó lobby tevékenységét. Hosszas vita után mégis 15 igen mellett döntöttek a képviselők arról, hogy támogatják a térfigyelő kamerarendszer bővítését, felújítását. Az aréna beszerzési listája kapcsán ismét előkerült a halasztás veszélye. Bizzer András alpolgármester fejtette ki, hogy nem lenne szerencsés a döntést elnapolni, és így kockáztatni a rendelkezésre álló 100 millió forintot. Azonban Gondi Zoltán és Horváth Jácint is számos hiányosságra mutatott rá, ami miatt a most benyújtott eszközlistát nem lehet elfogadni. Ezen elmaradó eszközök miatt a Kosárlabda Szövetség egyelőre nem engedélyezte az aréna használatát nemzetközi meccsekhez. Nagy vihart kavart a tanácsnoki beszámoló, egymás fizetését is többször felemlegették a felek. Szintén politikai vitát gerjesztett a kormányhivatal levele a novemberi soron kívüli közgyűlés szavazása kapcsán. Egy mehozott döntés értelmében mintegy 30 millió forintból újulhatnak meg a Mindenki sportpályája atlétikai elemei. Ezen pontnál is hosszan vitáztak a városhatják, az előterjesztést azonban így is egyhangulag elfogadták. Szó volt a médiaház működésének biztosításához megítélt 7 millió forintról, ennél a napirendnél az EVE frakció igennel szavazott, a kormánypárti oldal pedig tartózkodott. Interjúkkal és bővebb összeállítással holnapi híradónkban és napi Kanizsa című rovatunkban jelentkezünk. 6 kategóriában díjazták az idén kiemelkedő társadalmi tevékenységet végző civil személyeket és szervezeteket tegnap, a köszönet napján. A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület 15. alkalommal szervezte meg az eseményt. A városlakóktól számos ajánlás érkezett a jelöltekre. A társadalmi felelősségvállalás ad keretet az egész rendezvénynek. A köszönet napja minden évben nagy érdeklődést vált ki az emberek körében, mondta el Budavölgyi Kálmán. Az Egyesület ügyvezető elnöke hangsúlyozta. Fontosnak tartják, hogy mindig az arra legérdemesebbek részesüljenek elismerésben. Arra kértük a civil szektornak a résztvevőit, a városlakókat, hogy azzal segítsenek bennünket, hogy olyan személyeket javasoljanak, akikről esetleg mi elsikadtunk felette, nem vettük észre tulajdonképpen azt az aktivitást, amivel ők rendelkeztek, és talán így közösen tudtuk azt, vagy tudjuk azt most már évek óta elérni, hogy az arra legérdemesebb személyek kapják meg mind a 6 díjat. A szervező egyesület soros elnöke Lengyák István köszöntő beszédében kiemelte, hogy a civileknek meghatározó szerepük van a közösségi és kulturális élet területein. A civilek, tehát a civil személyek a társadalom önszerveződő, önkéntes, a közjó érdekében tevékenykedő emberek összessége.
A civilek, a különböző polgári kezdeményezések a társadalmi kulturális élet fontos mozgatói, akik szerepvállalásuk révén nagyban hozzájárulnak a társadalmi problémák azonosításához, eredményes rendezéséhez és a közösségi szükségletek kielégítéséhez. Az ünnepi műsort a szervezet elkötelezett csoportja, a fiatalok adták. A rendezvényen a civilek szponzora kitüntető elismerést ebben az esztendőben a Neil Fisk Production Kft. Érdemelte ki. Az év civil önkéntese erkölcsi díjat Málnási Gizellának ítélték oda. A civilek mecénása a Szabadics házaspár, Szabadicsné Rádi Éva és Szabadics Zoltán lett. Az év civil fiatalja címet Lendvai Kristóf kapta. Az év civil személyisége elismerést a Stimec házaspár, Stimecné Lukács Kitti és Stimec Fridolin érdemelte ki. Az év civil közössége pedig a Napfény, Rákbetegek és hozzátartozóik egyesület lett. Farkas Ferenc mindenki számára egy példakép lehet. Ezekkel a szavakkal emlékeztek a Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei tegnap délután az intézmény névadójára. A Kossuth-díjas zeneszerző születésének 116. évfordulója alkalmából a résztvevők megkoszorúzták az intézmény épületén elhelyezett domborművet. Farkas Ferenc 5 éves koráig élt Nagykanizsán, majd legközelebb 60 évesen látogatott el a szülővárosába. Ezt követően haláláig rendszeres kapcsolatban maradt a várossal a különböző eseményeken. Az országban több zeneiskola viseli a nevét. A kanizsai létesítmény a 2001-2002-es tanévben vette fel, ezzel is őrizve a művész emlékét. Barát Adrián, az intézmény igazgatója elmondta, hogy hagyományosan versenyt és koncertet szoktak szervezni ezen a napon, de erre a koronavírus járvány miatt már második éven nincs lehetőség. December 15 minden évben egy különleges nap számunkra, hiszen 1905. december 15-én született Farkas Ferenc, iskolánk névadója. Ez az a nap, amikor emlékezünk, amikor tiszteletünket leróljuk a zeneszerző emléke előtt, és ez a mai nap pedig megkoszorúzzuk itt az iskola épülete előtti domborművet. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Keresztcsere, felújítják a nagyrécsei templomot. Szalvétagyűjtemény, új kiállítás nyílt Szepetneken. Elkezdődött a nagyrécsei templom felújítása, az épületet a Magyar Falu programnak köszönhetően korszerűsítik. A szakemberek első lépésként a keresztet cserélték ki a templomtorony tetején. A bronzelemekből készült feszületet ma helyezték fel a 32 méteres magasságba. A több mint 150 éves templom keresztjének már időszerű az újjáalakítása, hiszen az egyházközség tudomása alapján az 1900-as évek óta egyszer sem cserélték le. A nagyrécseiek meg szerették volna őrizni a közelmúltban levett feszületet, az idő vasfoga azonban akkora károkat okozott benne, hogy ez sajnos nem lehetséges. Azért volt erre szükség, mert a régi kereszt már eléggé elhasználódott, balesetveszélyes volt, már részek kezdtek róla leválni, úgyhogy félő volt, hogy valakire ráesik és sérülést okoz. Emiatt le lett szedve. Azt terveztük, hogy a régi keresztet majd valahol fölállítjuk, de amikor lekerült, akkor láttuk, hogy olyan rossz állapotban van, hogy sajnos nem tudjuk már fölállítani, még itt lent a földön sem. Egy időkapszulát is elrejtettek a feszületben, amelyet a helyi plébános Somogyi Imre áldott meg. Testvéreim, imádkozunk mennyei atyánkhoz, hogy üdvözítünk, értünk vállalt szenvedése, szolgáljunk mindjárt üdvösségére. Tisztíts meg lelkünket, Urunk, szent véled által. Kérjük téged, szent kereszted legyen az egész világ számára a béke és a szeretet záloga. A kereszt elkészítése és felhelyezése 3,2 millió forintba került. A templom felújítás hamarosan folytatódik Nagyrécsén, az épület kivitelezési, modernizálási munkálataival. Több mint 400 ünnepi szalvéta és csaknem 70 bögre alkotja a Szepetneki IKST aktuális kiállítását. A falubeliek mellett az iskolás csoportok is naponta látogatják a gyűjteményt. Forgatásunk idején éppen egy gyermekcsapat játszott a vitrinek és a tablók között. A felhívást több hónappal ezelőtt tette közzé a helyi intézmény vezetése. A gyűjtők szenvedélyéből kialakult tárlat nem várt sikert és eredményt hozott. Sokat kell beszélgetni a lakókkal, felnőttekkel és gyermekekkel egyaránt, hogy kiderüljön, hogy mi a szenvedélyük, mi az, amit gyűjtenek.
álmomban se gondoltam volna, hogy idős asszonyok 60 éves múltra tekint vissza a gyűjteményük, és azokból hoznak karácsonyi szalvétákat. Nem csak az idősek, hanem megörökölték a gyerekek is ezeket a szalvétákat, és ők is adományozók voltak idén. A kiállítást stábunk érkezésekor a szepetneki iskolások látogatták meg. Közülük több diák is találkozhatott a saját szalvétáival. Matola Dóra gyűjteménye ma már 180-190 darabból áll. Ebből körülbelül 30 szerepel ebben az összeállításban. Minden ünnepre veszünk különböző szalvétákat, ebédhez, vacsorához, ilyenekhez, és onnan mindig elkobzok egy párat meg, ahol vagyunk. Ott is, hogyha látok olyat, akkor mondja anya is, meg én is, hogy így gyűjtem a szalvétákat, és szívesen adtak. Dóra barátnője, Varga Emma elárulta, a korosztályukra nem igazán jellemző a gyűjtőszenvedély. Tájunkban senki semmi nem gyűjt, csak ugye mi ketten szalvétákat, meg ugye a Dóra szappant még. A korábbi időszaki kiállításokhoz hasonlóan a mostani is a lakosság és az intézmény közötti együttműködés révén jött létre a helyi IKST-ben. Stílus tekintve a hagyományos színben pedig a piros karácsonyfa dísz a legkeresettebb idén a megkérdezett díszkészítők szerint. A házilag alkotott dekorációkat az emberek elsősorban az egyedisége és a személyes kötődés miatt részesítik előnyben a boltokkal kapható függőkkel szemben. Gyékényesen Szabó Brigitta letisztult, természetközeli alapanyagokat használ karácsonyfa díszek előállításához. Többnyire régi, megfakult gömböket varázsol újjá úgy, hogy spárgával tekeri körbe azokat, majd csipkével díszíti. Végezetül pedig különböző, az ünnephez köthető motívumokkal, például fenyővel, makkal, vagy akár narancshéjjal is szépíti a függőket. Én úgy gondolom, hogy még mindig nagyon sok ember szereti a csillivillit, de én már nem vagyok odaérte, és de nagyon sokan például visszatérnek a régi, hagyományos dolgokhoz, és úgy gondolom, hogy ez sokkal természetesebb, és átadja a régi stílust, és nem kell mindig csillogni. Kis Ildikó Nagykanizsán dekorál kifinomult, antik hatású gömböket, ezek már kísértetiesen hasonlítanak az üveggömbökre. Ildikó szerint bármi lehet a fán, ha az a kedvünkre való, de úgy látja, hogy az idei kedvenc szín abszolút a piros. Hölgyek vagyunk azért, és a színesabb mi világunk. Van, aki a pirosat szereti, van, aki a rózsaszínt, van, aki a sárgát teszi fel. Például tavaly csináltam nem is kevés gömböt egy hölgynek, meg kis hungarocell szíveket, és pipacsokat kért rá, vagy 40 darabot csináltam, és pipacsosat, mert az ő édesanyukája a pipacsot szereti, és az volt a fájukon. Szóval ez teljesen, de az idén a piros ment, ez tény. Az alkotók elárulták, hogy bár kezdetben nem könnyű, egy kis gyakorlással bárki készíthet magának karácsonyi dekorációt a fenyőfára. Úti élménybeszámolót tartott Böröz Zsolt tegnap a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A nagykanizsai tanár ciprust és a homokkövek világát mutatta be a képei segítségével az érdeklődőknek. Korábbi utazásairól és kalandjairól is beszámolt már a közönségnek Böröz Zsolt. Az elmúlt évi kirándulásokat egy ismerősével közösen teljesítette. Tavaly voltunk a Dolomitokba, a Magas-Tátrába, több helyen is. Idén pedig hát az őszi időszakban voltunk a Csehszvájc két nemzeti parkjában, Németország és Csehország határán. Ez egy homokkő vidék, egy homokkő sziklavidék, és hát elbűvölő sziklaalakzatokkal, kisformákkal, oszlopokkal, kanyonszerű szűk völgyekkel, illetve itt van az Elbának a legszebb hát áttörése, a mészkő szurdokon való áttörése, ezt látogattuk meg. Nyáron pedig egy kicsit lazább mediterrán illetérzéstben volt részünk, Cipruson voltunk pár napot. Böröz Zsolt azt is elmondta, hogy a homokkővidék nem volt ismeretlen számukra, hiszen már jártak arra, de őszi szintben még nem látták a tájat, így ez az élmény különlegesnek számít. Többször jártunk ott, de most úgy döntöttünk, hogy egy kicsit alaposabban kibontjuk ezt a történetet, úgyhogy 5 nagyobb túrát csináltunk ott a sziklák között, és hát nagyon sok mindent kiemelhetnék. Voltunk például a Prebistornál, ami a Európa legnagyobb homokkő szikla hídja.
fantasztikus volt, és amivel még többet adott ez az út, mint az előzőek, hogy október végén voltunk, és hát az ősz az összes színét felvillantotta, és hát gyönyörű erdőkbe, gyönyörű színvarázs között túráztunk. Tehát láttam már télen, láttuk már nyáron, de ilyen körülmények között nem, úgyhogy ez egy maradandó élmény volt. Az előadótól megtudtuk, hogy a következő úti célja a koronavírus járvány függvényében a vulkáni eredetű szigetcsoporthoz, a Feröer-szigetekhez vezet majd. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Gyász, elhunyt Sári Nándor. Közgyűlés, döntés a mindenkiről, a kamararendszerről, halasztás az aréna eszközeiről. Keresztcsere, felújítják a nagyrécsei templomot. Ez volt a Kanizsa TV híradója december 16-án csütörtökön. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon, valamint megtalálnak minket a YouTube-on, a Facebookon és az Instán is. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!